25. Szebeni Endre ennyiszer ért célba az extrémen nagyatált hosszú távú triatlon versenyen. Az első alkalom 1990. szeptember 1-je volt. Egy év kivételével eddig minden eseményen ott volt. Nem tervezi ezt másként idén sem. Az orvosi vizsgálatok elengedhetetlenek a biztonságos induláshoz. Herr Gyula barátom ezt a lehetőséget biztosította, hogy megnézi, hogy alkalmas vagyok erre, hogy még csinálják egy-két mozdulatot a triatlon versenyeken. Úgyhogy most ennek a programnak a részese lehettem. Az előbb vizsgáltam éppen Endre bácsit, hogyha valakinek ebben a korosztályban 40-nel megy a szíve, azt a nagyatáli kórházban pacemaker közelébe próbálják rakni, Endre bácsi pedig jól van a bőrében. Tehát az a lényeg, hogy én azt gondolom, a haraggömbbérnek a szélső eseteit is tudni kell, hogy ott tulajdonképpen az egy természetes adaptáció, vagy valami kóros. Szerintem mondottam, most arról kell döntenünk, hogy ő sportolhat, vagy ne annyi Isten pacemaker. Hát tudom, nem kell pacemaker, csak mint jelenségre hívom fel a figyelmet, hogy az adaptációnak a szélsőséges eseteit is tudni kell értékelni. De hogy is néz ki pontosan ez a vizsgálat? Ilyenkor mi egy konkoli tesztet szoktunk csinálni kerékpárgó méteren itt mögöttünk. Ez egy tulajdonképpen nem sokban különbözik egy hagyományos kerékpárergometriás terheléstől, a tudnevő Bruce protokollt végeznek az emberek. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a szív a különböző terhelési fokozatokban, emelkedő terhelési fokozatokban hogyan, miként reagál, milyen elektromos jeleket továbbít, hiszen hogyha valami furcsa dolgot látunk, akkor azért bizonyos limiteket érdemes beletenni az edzésben. Mert azért az elv nem csak az orvosi szakmában érvényes, hogy nil nocere, soha nem ártani, hanem az edzőknek is tudni kell, hogy bizony, ha vannak küszöbök, akkor azokra oda kell figyelni. Nem csak Nagyatádon láthatjuk versenyezni a példaértékű sportolót. Endre bácsi pedig most nem kis feladatra készül, korosztályában ugyanis kijutott a világbajnokságra, és a 70-74 év közötti korosztálynak ráadásul most már közepén van, nem is a legfiatalabb tagjaként Ausztráliába fog versenyezni. Az én úgy gondolom, hogy azért 70 év fölött egy orvosi vizsgálat előzze már meg a sok-sok teljesítmény diagnosztikát, ami elé fog ő most meg komoly edzéstervek elé fog vágni, hogy tényleg zöld a lámpa és bátran terhelhető. Egyelőre úgy néz ki, hogy a nevem szerepel a rajtlistán, úgyhogy amilyen szeretettel várnak engem, én olyan igyekezettel fogok küzdeni. 3,8 km úszás, 180 km kerékpár és levezetésnek 42 km futás. Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan lehet felkészülni egy ilyen távú versenyre. Nekem edzéstervem soha nem is volt, hanem helyettem a támogató, a segítő, aki most a kezébe vett és adja a programot, tehát én most egyszer megpróbálok megfelelni elvárásoknak. Tehát megmondják, hogy mikor, mit, mennyit, milyen tempóval, milyen pulzussal. Na ennek lesz talán most része, hogy milyen módon vagyok terhelhető, mert hát nálam ilyen soha nem volt pulzusmérőmórám, és csak azt hiszem 2 éve van összesen, úgyhogy nekem ez nem, ez minden ösztönből ment eddig, most meg átment a tudomány felé. Most egyre azt sikerült elérni, hogy egy 4-5 kiló körülivel vagyok kevesebb, mint hosszú éveken át folyamatosan. Úgyhogy ez ennyivel már könnyebbnek is érzem magam, meg jobban is érzem magam. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Mondjuk hát az erőm nem veszett el, tehát még azzal, hogy kevesebb a súlyom, ezzel még nem érzem gyengének magam. Úgyhogy ez így a legjobb.
Három sportág egymás után, ráadásul nem is rövid távokon. Logikus, hogy ezek közül is van olyan, ami kicsit közelebb áll Endre bácsi szívéhez. A biciklire meg a futásra izzítok, mert az úszásban szerintem már rajtam senki nem segít, de nincs is rá talán szükség, én annyival végúszom üzembiztosan, amennyivel eddig is tudtam, hanem a bringába úgy néz ki, hogy nagyobb lesz a teljesítményem, és aztán majd, ami marad, az meg a futásban majd hasznosítható lesz. Check.